Szerinted mi legyen a videómagazin következő számában? Hajrajzolás. Nem is rossz ötlet. És miért pont az? Mert például nagyon sokszor pár odavetett vonallal megpróbálják ezt elintézni. Meg sokszor használják ezt a tincses sablont is. Pedig a tincses sablont a legtöbb hajnál nem is lehet használni. Jó ez a tincses sablon első lépésnek, de mit kezdenél például egy ilyen hajjal? Hát ez az. Itt egyáltalán nem is lehet használni. Jó, akkor kezdjük az elején. Szedjük össze például az alaptechnikákat. Mindenképpen meg kell mutatni azt, hogy hogyan lehet hajtömeget felépíteni. Igen, de az első lépés, hogy meg kell, hogy figyeljék a formákat. A hajtővel is sokaknak gondja van. Meg a fénycsillanás megrajzolása. Kilógó hajszálak. Oké, akkor már meg is van, írjuk le. Aztán még meg kell mutatni a hajtípusokat is. Mint például? Rövid haj, hosszú haj, egyenes haj, hullámos haj. Igen, ezek az egyszerűbb esetek, de akkor mutassunk bonyolultabbakat is. Mint például göndörhaj, vagy őszhaj. Az őszhajnál van az az egyszerű trükk. Oké, de akkor ha már bonyolult hajak, akkor legyen tépet haj is. Azóta elkészült a videómagazin, ez mind benne van, és még sok minden más is.